Nem egyszerű felhúzni a gumikesztyűt, elkél a segítség, viszont a szemétszedéshez jó, ha van a kezünkön. Mátészalkai iskolások készülődtek, hiszen a város idén is csatlakozott a Teszed országos személygyűjtési akcióhoz. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy 16.800 fős városban 1300-an regisztráltak be önkéntesként. Ennyi önkéntes azért már meglátszik a városban, és szokták mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Na de 1300 az már igen. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a mai napon sokkal szebb és még tisztább lesz Mátészalka. Ugyanakkor itt most a legfontosabb nem annak a szemétnek a mennyisége, amit összegyűjtünk, hiszen ha most itt végigmegyünk a belvárosba, én megtettem, hála Istennek nem látok olyan sok szemetet, hiszen nagyon sok kollégánk dolgozik ezen, hogy a város tiszta legyen. Itt a legfontosabb az, hogy a résztvevők között több száz ifjú gyermek, az előbb itt óvodások mentek el mellettünk, de mögöttünk általános iskolások, gimisek vannak, akik a város 16 pontján szentik a szemetet. A fiatalok így testközelből látták, hogy a szemét nem csak elcsúfítja a környezetet, de káros is. Az önkénteskedés közben pedig a tanárok is igyekeztek felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Hiszen egy műanyag palack például 450 évig szennyezi a környezetet, ennyi idő alatt bomlik le. A szemétszedés után különböző, előre kijelölt gyűjtőpontokon helyezték el a telizsákokat, amit később az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szállított el a Nagyecsedi hulladék lerakóba. De nem csak Mátészalkán voltak aktívak az önkéntesek. Idén 2373 helyszínen több mint 108 000-en szedték a szemetet a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért programban. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden 10. ember a szabad idejét szemétszedésre áldozta. A program jelmondata, hogy ne csak csináljuk meg a rendet, hanem tartsuk is meg.